Karácsony előtt van még lehetősége a javításra a PVSK Veolia felnőtt férfi kosárlabda csapatának. A Paks otthonába utaznak a fiúk, ahol már Andrea Csirics irányítja a pécsi együttest. Most edzőváltáson vagyunk túl, ez nyilván egy ilyen ébresztő hívás is lehet a csapatnak. Szerintem a Paks egy nagyon erős csapat, és mindenképpen mindent bele fogunk adni a meccsbe, hiszen látjuk a tabellát, hogy mindenki azért hasonló győzelemmelességgel áll, és egy győzelem nagyon fontos lehet, illetve még van esélyünk a Magyar Kupa indulásra is. Emiatt is fontos lenne ez a győzelem, és így mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Nagy a tétje tehát az összecsapásnak, hiszen egy győzelemmel is sokat lehet lépni előre a tabellán, ami a pécsieknek akár egy 8-ba kerülést és egy Magyar Kupa szereplést is jelenthet. Így a cél nem is lehet más, mint sikerrel venni az ünnepek előtti utolsó akadályt. Próbálunk pozitívan hozzáállni a mérkőzéshez és támogatni egymást mindenben, mint egy igazi csapat. Úgy gondolom, ha visszatalálunk önmagunkhoz és az önbizalmunk is a helyén lesz, akkor győzni tudunk Pakson. A mérkőzés december 23-án 18 órakor kezdődik a Szekszárd városi sportcsarnokban.